Hát nézd, az egómmal én is harcolok, próbálom megfejteni és minél inkább a háttérbe szorítani, hogy ne azok a dolgok legyenek irányadóak, amit az egóm gondol, mert valószínűleg ő általában nem jó tanácsadó. Ez most egy nesze semmi fog meg jól válasz volt, én ezt érzékelem a tekintetedből is. Én nem próbáltam valahonnan ezt úgy megfogni. Talán egy kicsit még jobban meg kellene komolyodni, vagy érettebbé válni. De mit értesz komolyodás alatt? Hát nem is tudom. Talán nagyobb felelősséget vállalni magam és a környezetem iránt. Ez például egy jól megfogható része a komolyodásnak. De dolgom van. Felelősségvállalás mondjuk úgy részleges hiányával, hogy szépen fejezzem ki magam, amire de most utalsz. Azzal magyarázható szerinted az is, hogy egyszerűen nem találtam semmit a magánéletedről, amikor készültem föl? A hosszú távú kapcsolatok elkerültek. Ez a Szóló a Palikék világában, a vendégem pedig Kékesi Gábor színész. Hello, üdvözöllek! És azon gondolkodtam, hogy ugye a Keresztanyúban is sokat lehetett látni az utóbbi években, meg a 201. randiban például, tévésorozatokról beszélek, és persze színpadon, de azért alapvetően az ismertség, az, hogy elkezdtél ismerté válni, az elég későn kezdett neked megjönni az életedben, nem? Igen, lehet mondani, talán a 201. randi volt, ahol egy kicsit jobban megismerték az arcomat. Ez még a két másik sorozat előtt volt, amit mondtál nagyjából közvetlenül. Csak azon gondolkodtam, hogy egy színész például, amikor elkezdi az egészet, vagy megfogalmazza magában egy fiatal ember, vagy egy gyerek, hogy színész akar lenni, akkor az is a vágyai között van rögtön, hogy ismerté is szeretne válni? Hát nézd, de szerintem embere válogatja. Az én esetemben azt tudom mondani, hogy nem ez volt a prioritás, sőt tulajdonképpen ez egyáltalán nem játszott közre. Magáért a színházért és a színészetért akartam és akarom a mai napig csinálni. Ezt a kalandos utat egy kicsit vegyük végig, jó? Mert hogyha jól tudom, akkor ugye gyerekként kezdtél színészkedni és szerepelni. Igen. Hány évesen? Körülbelül 9-10 éves koromban kezdtem el. Igen, még az óvónőnk volt az, aki nem tudom milyen indítatásból, de arra affinitást érző gyerekeket elvitte különböző reklámválogatásokra, meg hát természetesen akiknek a szülei ezt támogatták. És az áttörést, ha mondhatom ezt így, szerintelenül a Presser Gábornak a Szerelem jó, a szerelem fáj című klipje jelentette, amiben beválogattak, és ez egy háromnapos, nagyon kemény forgatás volt a filmgyárban. Picivel. Hát plusz az akkor egy nagyon nagyot szólt. Igen? Azt hiszem. Igen, hát én emlékszem már rá, és ugye Eszenyi Enikő rendezte a videoklippet, és hát a dalból is sláger lett, mert a Presser Gábornak, hogyha jól tudom, akkor talán hosszú idő után... Egy szólóalbuma. Vagy az a volt az dalok. Első szólóalbuma? Ezt most már így hirtelen nem is tudom, de az akkor nagyon nagyot szólt. A dal is, meg a videoklip is. Végül is érthető, mert csodálatos nóta. Hát igen, igen. És ott neked az volt a szerep, én arra emlékszem, hogy egy ilyen asztal alatt, vagy zongor alatt kellett ott bújni. Igen, az már a vége volt. Igazából az volt a koncepció, hogy több klasszikust is megidézünk, a klasszikusoknak a meghatározó jeleneteit, mint például a Rómeó és Júlia erkély jelenet. Ott tényleg. Vagy Otellóként éppen mentem és megfojtottam Desdemónát. Cyrano és... Ja, és gyerekként ezeket értetted? Vagy az Enikő jól el tudta hát, neked magyarázni, hogy mit kell csinálni? Mert 9 évesen még ezeket nem A történeteket ismerni. Még nem ismertem, de az elég egyértelmű volt, hogy mi történik. Úgy igazából a szituációt magyarázta el, azokat, amennyire érzem úgy, ahogy felfogtam. Képzeld el, hogy én életemben először neked köszönhetően ültem business osztályon. Ne csinál. Egy repülőn. Hogy történhetett? Hát úgy történt, és azért most szúrom ezt ide be, mert Eszenyi Enikővel forgattam külföldön egy tévéműsort Spanyolországban. Emlékszem, és találkoztunk a gépen. És a gépen, és az te oda mentél az Enikőhöz. Szia Enikő, fölismersz-e? Egy kicsit meg visszakérdezett, hogy előre viszel a bizniszre. Igen. És akkor te mondtad, hogy vihet magával valakit az Enikő, és mivel én mint szerkesztő ott ültem mellette, az Enikő mondta, hogy akkor én menjek vele, és én akkor ott, azon a Malév gépen, az Malév gép volt, neked köszönhetően átültem Eszenyi Enikővel a bizniszre, és porcelán tányérban kaptam az ebédet. Szívesen máskor. Hát nagyon köszönöm, mert majd megyünk végig itt a kalandos úton, de ugye volt egy időszak, amikor légiutas kísérőként dolgoztál. Na, szóval csak ide visszacsatolnék, ugye, hogy Presser, Eszenyi, és aztán pedig a bizniszt köszi. Igen. Egyébként. Hát az óriási. Igen. Hogy érdekes a
voltak. Ugye? Elképesztő. Na de akkor 9 évesen te ott halálosan élvezted azt az egész forgatási nagyon. Forgatagot? Hát az nagyon jó volt, az egész közeg. Nem tudom már, igazából nem nagyon tudom neked így részleteiben megfogalmazni, mert már csak inkább érzetek vannak bennem ezzel kapcsolatban, vagy maradtak meg, de igen, valahogy úgy emlékszem, a kislány partnerem is, akivel játszottam, és akit azóta se találok, így évente, vagy nem is tudom, 5 évente rám jön, hogy meg kellene keresni, és nem emlékszem a nevére, és sehol sem találom, hát nem is nagyon tudok hogyan. Úgyhogy ha majd esetleg hallja ezt az interjút, akkor jelentkezzen, hogy mi újság vele, mert kíváncsi lennék rá. De kérdezgettem embereket is, akikkel foglalkoztam, és ők sem tudják, hogy hívják a kislányt. Na mindegy, szerintem ez a lényeg, zárva bezárva. Alapvetően attól függetlenül, hogy egy kemény munka volt, vagy lehetett, mégis baromi élvezetes volt. Meg hát ez, hogy tényleg különböző szerepek, állandóan a smink merültünk, a Hamlethez csináltak nekem szőkehajat, a Cyranohoz volt egy óriási műorrom, a Hamlethez befestettek totál feketére, szóval. Jó, hát ez gyerekként nagyon baromi, persze. Meg de mikor jött vajon az a fordulat az életedben, amikor mondjuk meg is értetted, hogy valójában miről szól a színészet vagy a művészet? Mert 9 évesen nagyon lehet élvezni, az biztos. De a lényegét még nem hiszem, hogy akkor lehet megvizsgálni. Nem, biztos, hogy nem. Azt hiszem, hogy ez egy folyamat volt, nem egyik pillanatról a másikra történhetett. Ugyanis utána egyrészt pontot képzeld el, hogy a Fodrász hölgyemény mesélte, hogy lesz a Valahol Európában annak az ősbemutatója, a musicalnek az Operettszínházban, és hogy egy rakat gyereket keresnek, és hogy nincs kedvem elmenni. És volt kedvem elmenni, úgyhogy kvázi a színpadi pályafutásom meg azzal kezdődött. És akkor onnantól kezdve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de jöttek színpadi szerepek, esetleg klip vagy reklámforgatások, meg többek között én is jártam, láttam, hogy vendégetek volt a Földesi Margithoz. Igen. Pár évet én is eltöltöttem nála, ahol szintén sokat tanultam. Szóval szerintem így fokozatosan jöttem rá arra, hogy ez mit jelent, és hogy én ebben jól érzem magam, nem is dob le magáról feltétlenül a színpad, és hogy akkor szívesen csinálnám ezt felnőttként is. Nem dob le magáról a színpad, igen, az jól hangzik, de hogy mondjuk mondták, hogy jó vagy, hogy tehetséged jó vagyok. Van. Hát te, hogy igen, hogy tehetséged van hozzá, nem csak mondta valaki. Nem, de mondták, gondolom. Hát különben nem maradtál volna benne. Valószínűleg nem vagyok egy mazoista halkat alapvetően, úgyhogy igen, kaptam pozitív visszajelzéseket. De aztán ehhez képest mégsem volt annyira egyszerű az eleje, mert hogyha jól tudom, akkor 3-szor felvételiztél a színművészetre, és egyszer sem. Nem könnyítették meg a dolgomat, de utólag visszanézve azt gondolom, hogy sorszerű volt, már amennyiben ez egy létező dolog, ugyanis egyrészt ennek köszönhetően volt egy érdekes kirándulásom a repülés világában, ezért is mentem el többek között légutas kísérőnek. Másrészt meg, amikor elfogadtam, hogy valószínűleg nem ez az utam, és nekem 3 felvételi kellett ahhoz, hogy elfogadjam, van, aki előfeladja, valaki sokkal többször próbálkozik. Én ezt a 3-at tűztem ki magamnak célul, és akkor úgy voltam, hogy jó, úgy tűnik, hogy ez nem megy, akkor milyen más úton, módon lehetne. És akkor még próbálkoztam abban az évben Kaposvárra, oda se vettek föl az Új Színház stúdiójába, és édesanyámnál az üzletben az akkori Petőfi Irodalmi Múzeum, vagyis a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az akkori igazgatónője mondta, hogy a Magyar Színházban a stúdióban szintén felvételi. Van már pótfelvételi, hogy esetleg próbáljam meg. Azt se tudtam, hogy mi fánterem. És hát kiderült, hogy Iglód István indít osztályt és pótfelvétel, és akkor utána rájöttem, hogy ki is az az Iglód István, és ő bizalmat szavazott nekem, és azóta nagyon hálás vagyok a nevezzük sorsnak, vagy nem tudom, vagy hát inkább Iglód Istvánnak, hogy vagy hát leginkább valószínű, igen, hogy ő felvett engem az osztályába, és tőle tanulhattam, ő volt a mesterem. Azt hiszem, hogy... Honnan jött belülről neked az erő, hogy a 3-szori, 4-szeri akár elutasítás ellenére is, tehát még továbbra is ezt szeretnéd csinálni. Tehát, hogy amikor azért azt mondják 3-szor mondjuk a főiskolán vagy egyetemen, hogy nem sikerült, és még mondjuk még 1-2 helyen sem sikerül, akkor mi vitt téged tovább? Igen, hát egyrészt azért tudva levő volt akkor is, meg talán ez a mai napig is így van, hogy nem feltétlenül veszik fel az embert először, ja, első próbálkozásra. Persze, és magamból kiindulva, én alapvetően egy későn érő típus voltam, mind fizikai, mind szellemi, lelki értelemben is, azt gondolom. Nem nagyon voltam kész, sőt megkockáztatom, hogy én sem nagyon vettem volna föl magam feltétlenül
vagy a felkészültségem okán, bár készültem, de inkább az, hogy nem tudtam ellazulni, rettentően rosszul viselkedtem, vagy szerepeltem ilyen kvázi vizsgahelyzetekben, és valószínűleg nem tudtam megmutatni, hogy mi van bennem, amire felfigyeltek volna, és ezért lehetőséget kaptam volna. Oké, de te tudtad, hogy az benned van. Igen, én azt tudnod kellett. Igen, azt sejtettem, vagy éreztem, hogy nekem ezzel, ezzel még dolgom van. Hogyha ők legalábbis nem fognak engem így eltántorítani. És akkor a légútás kísérősködés, az várja, az mikor keveredett bele az életedbe? Hát ugye közvetlen az érettségi évében már volt az első felvételi, nem vettek fel, és akkor nem volt más alternatíva, hogy bármi más tanuljak azért, hogy tanuljak, vagy hogy diplomám legyen. Tudtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni, viszont hogyha nem tanulok, akkor kéne valamit dolgozni, jó lenne kicsit önállósulni, leszakadni anyuciról, és pénzt keresni, és akkor ez így valahogy adta magát, hogy ott a malév. Hát meg apukád pilóta. Igen, hát sportrepülő pilóta. Aha. Hobbiból. Jó, tehát a repüléshez azért úgy volt kötődésed, vagy közöd is akár? Tehát, hogy... Hát annyiban, hogy elvittek repülni. Na jó, hát oké, de sokan nem történik ez meg velük. Hát neki a hármas határegyen volt a fényező műhelye, mert ő fényező, repülőgép, meg autó, meg amit éppen elétesznek, és gyakorlatilag nekünk az volt a bátyámmal az egyik játszóterünk. Uh-huh. Ott nőttünk föl. A bátyám az bele is szerelmesedett természetesen a repülésbe. Ő azóta is, vagyis ő azóta már kargópilóta egy cégnél. Azóta egyébként az a vicces, hogy már az öcsém is elvégzett egy alapképzést, vitorlázó, meg motoros repülő. Úgyhogy én vagyok a fekete bárány, aki nem jó, tud de legalább repülőgépet. Volt elég utas kísérő néhány év. Azok meg a többiek nem voltak. Igen. És a Malévnál kezdted. Igen. Én a Malévra utasként, nyilván csak utasként, de én mindig nosztalgikusan gondolok. Abszett. Én egyszerűen imádtam azt a légitársaságot, és imádtam a Malévval repülni, meg valahogy nem tudom, ilyen hülyén hangzik, de tényleg nem azért mondom, de egyszerűen másképp dobogott a szívem, amikor megláttam azt az a logót. Az egy hungarikum volt. Egyébként igen, meg egy nagyon nívós légitársaság volt, hát most a pénzügyi helyzetét hogy menedzselték, az egy másik kérdés, meg egy szomorú vége lett annak a történetnek, de igen. De te egy ilyen büszke malévos voltál, amikor ott dolgoztál, vagy akkor ez már nem volt annyira jellemző az ott dolgozókra? Nem is tudom, nem hiszem, hogy ez így ki volt mondva, de igen, azért annak volt presztízse, hogy a malévnél vagy. Légutas kísérő, felkapták rá a fejüket, és ezt szégyelni semmiképpen nem szégyeltem. És mit élveztél abban a munkában? Hát eleinte az újdonság varázsát, ugye, meg azt, hogy különböző helyekre repültünk, bár nagyon sok lehetőségem nem volt körülnézni, mert általában rögtön fordultunk, de azért olyan is volt, hogy ott aludtunk valahol, egy kicsit körül tudtunk nézni a városba. Én egyébként élveztem az emberek kell foglalkozni is. Én azt gondolom, hogy volt hozzáérzékem, vagy legalábbis én úgy gondoltam ezt magamról, szóval volt egy hatalmas társaság. Nem utolsó sorban nem kerestem vele rosszul. Hát igen, azt mondják, hogy akkoriban legalábbis az azzal jól lehetett keresni. Az egy egész jó lóvé volt, úgyhogy igen. Hozzáteszem, azért ez elég hamar elmúlt az újdonság varázsa, meg ezek a pozitívumok. Egy idő után már inkább nyűg volt. És nem féltél sohasem? Nem. Én kifejezetten élvezem az ilyen... Tényleg a turbulenciát? Extrém helyzeteket, igen. Lehet, hogy ezzel el kéne beszélgetnem a pszichológusommal, vagy erről, de minden esetre igen. És akkor ez addig tartott, amíg végül is meg nem találtad az utadat a színház felé? Tehát a levegőben addig maradtál? Ezt én eldöntöttem előre, aztán lehet, hogy ez egy ilyen beteljesülő jóslat lett utólag, képzavar. Mindegy, szóval, hogy az volt az elképzelésem, hogy én max. 3 lehetőséget adok magamnak a színműn. Ha engem 3-szor nem vesznek föl, ergo 3 éven keresztül légutas kísérő voltam, akkor így vagy úgy, de eljövök a Maléftől, és valami más úton, módon, de elkezdtek tanulni a mesterséget. És így lett valamiért, 3 évet kitöltöttem, 3-szor nem vettek föl, de nem akartam ott ragadni, meg nem is volt opció, úgyhogy ezért lett ez a 3 év. Egy ilyen kis kitérő gyakorlatilag. Egyébként azzal, amit ott meg kellett tanulnod légiutas kísérőként, azzal úgy vagy, mint a színészek általában a darabokkal vagy a szövegekkel, hogy mondjuk ezt már így nem tudnád fölmondani fejben? Én alapvetően mindennel így vagyok az életben is, sajnos
nagyon rossz a memóriám, mert legalábbis ami a hosszú távot illeti, úgyhogy igen, ezeket hamar elfelejtettem. Meg állandóan kérdezi, hogy mesélj már valami izgalmas sztorit is egyszer. Vagy azért, mert nem történt meg, vagy azért, mert nem emlékszem, de... Igen, innen a földről nézve nem, izgalmasabbnak tűnik nem az a tudom. Munka szerintem, mint ott a levegőben. Igen. Na mindegy. Jó, és egyébként, hogyha már ezt kérdeztem, hogy tudod-e még mondani a szöveget, hogy hol vannak a vészkijáratok, és hogy honnan jön le az oxigénmaszk. Ha rajtam múlna, meghalna mindenki. A színészi szövegekkel is így vagy, hogy azokat is elfelejted, amikor már nem kell használni? Ha nem játszom, akkor már igen. Tehát azonnal törlöd. Hát nem is azonnal, nem tudom. Na jó, de hogy... Nem nagyon van rá példa, hogy megnézzük, hogy ha már nem játszunk hónapok után, még szembe jut-e, de ha mégis felmerül, akkor kiderül, hogy már töröltem. De magától törlöd, mert mint hogy az érdekel, mert ez engem mindig érdekelt, hogy vagy erre tanítják a színészeket, ja, hogy az agyi kapacitásukat valahogy... Ez egy velem született képesség. Oldják föl. Veled született képesség, hogy elfelejtesz minden. Nem csak azért, mert tényleg sokan vannak így, meg sok színész itt meséli, hogy... Akik hát nem tudnak felejteni? Nem, hogy akik tudnak, csak én ezt nem tudtam eldönteni, hogy ezt olyan a színészek tanulják-e, ha. Mert logikus lenne, hogy megtanítanak arra, hogy ne menjen túl sok minden össze a fejedben, nem? Hogy néha hogyan ürítsd ki. Ez hülyeség? Érdekes, ezen még így nem gondolkoztam. Jó, tehát hülyeség. Nem tudom, hogy van olyan, egyszer csak ki kell tenni a megtelt táblát, és akkor el kell kezdeni tudatosan. Most például hány darabban játszol? Most jelen pillanatban azért kell gondolkozom, mert éppen szerep átvételben is vagyok, tehát vagyis van a Made in Hungária József Attila Színházban, és a Bonnie és Clyde az Orfeumban, ami egy vacsora színházi előadás. Viszont most úgy alakult, hogy az egyik kollégám elmegy Veresegyházról, és neki átveszem három szerepét is. Az egyik az a Szép nyári nap, vagyis azt már igazából átvettem félig meddig, már volt belőle három előadás. Ez a Neoton musical. Ez a Neoton musical, uh-huh. Igen. És aztán átveszem majd a Padlást is, és a Pletykafészket is, ami szintén. Tehát figyelj, ezek klasszikus darabok, most igen. Már azt kell mondanom az összesre, nem? Hát igen, meg ráadásul ugye... Kvázi egyik pillanatról a másikra, szóval hirtelen nagyon sok előadásom lesz újra a repertoáron. Arról nem beszélve, hogy ugyanitt Veresegyházon csinálunk majd, abban már én fogok eredetileg is szerepelni, én fogom próbálni egy meseautót Böhm György rendezésében, az eredeti 34-es film alapján, és még ráadásul egy barátom meg... egy Rent musicalt fog létrehozni majd december környékén, és abban is fogok szerepelni, úgyhogy nyár közepétől, ősz elejétől el leszek halmozva szerepekkel, szerencsére. Na várjál, azt még nem raktam össze a fejemben viszont, hogy ugye most főleg zömében musicalekről beszéltél. Igen. Hogy az mikor derült ki, hogy énekelni is tudsz? Hát nem akkor, amikor először színpadra álltam. Igen, mert nem úgy indultál, mint aki ugyanis, majd zenés színész lesz. Igen. Hát nézd, nem véletlenül voltam C-szereposztás kuksi a Valahol Európában. C-szereposztás, igen. Ami azt jelentette, hogy lehetőséget kaptam, és ott lehettem a tömegben már az elejétől kezdve hónapokon keresztül, de hogy mondjam, egyrészt van egy felvétel még régről, ahol egy gőzmozdonyt próbálunk meg imitálni egy hosszú rúddal, ahogy a kerekein megy a tengely, és én vagyok az egyetlen, aki kontrába mozog a többiekkel, szóval mindenki pumpál föl lefe, és én meg, mintha szándékosan az lett volna kérve tőlem, pedig nem. Tehát se ritmusérzékem nem volt, se nagyon hangom, de hát olyan... korán belecsöppentem, és annyit ütlegeltek, hogy valahogy kikupálódtam. Azért hozzáteszem, énektechnikai szempontból még mindig vannak restanciáim magammal szemben, sokkal kevesebbet képeztem a hangom, mint kellene, és ez sokszor hallatszódik is, de már... ez mit jelent, hogy sokszor hallatszódik? Hát, hogy nem hamis nem vagy? Vagyok. Ne. Hát nyilván nem, hogyha megkapod de ezeket a szerepeket. De így is mondhatjuk, de inkább valahogy nem annyira, hogy mondjam, nem annyira profi, nem annyira lágy. Aha. És miközben énekelsz a színpadon, amúgy jól érzed magad? Mert úgy értem, hogy vagy görcsösen teszed azért, mert úgy hát érzed, hogy még nem függ. Teljesen ez jó. Voltak olyan musical szerepeim, amiket úgy érzem, hogy nem tudtam megugrani, és korán kaptam meg. Akkor elég görcsösen mentem fel a színpadra. De például, ha veszünk most egy Made in Hungáriát,
amiben ugye Hungária dalokat énekelünk, bármilyen meglepő, azok például komfortosak, és akkor ilyenkor semmi fajta görcs nincs benne. Amik a padlásban, ott kit fogsz alakítani? Na látod, ez is egy nagyon jó példa. A padlásban valószínűleg a főszereplőt azt a rádiós nehezen tudnám elénekelni, de igen, én Tim Miller leszek, úgyhogy ott ezzel nem kell. Tehát egy fényév távolságban azért nem fogsz most még bele. És tudod, mi az érdekes, hogy azt is játszottuk gyerekként, és akkor én voltam rádiós, de valószínűleg akkor még azért tudtam elénekelni, mert nem mutáltam. Aha. Hát akkor azért most van dolgod rendesen, vagy lesz dolgod rendesen. Lesz. Sorozatokról van kilátás? Vagy szó? Nem tudok róla, az most nincsen. Hát az elmúlt években, ahogy ugye az elején kezdtem is, azért elég sok sorozat igen, van, és sokáig el voltam kényeztetve. Lehetett látni. Igen, azt élvezted abban? Mit nagyon szerettél abban a típusú színészi munkában? Egyrészt teljesen másfajta munkametódust követel meg, mint a színház. Én szerettem azt a fajta pepecselést, amit mondjuk egy bár mondjuk egy napi sorozat kapcsán pont nem mindig van rá idő, mert viszonylag feszített a munkatempó, igen, de hogy van lehetőséged itt háromszor, négyszer fölvenni, mindig egy kicsit javítani rajta, konzultálni a rendezővel, hogy figyelj, ez is ez az ötletem, hogy ezt bele lehet tenni, általában partnerek voltak a rendezők, szóval egy nagyon kreatív munkafolyamat, nyilván nagyon sokat számít, hogyha a jó csapat tagokkal történik mindez, és nekem általában ebből a szempontból is szerencsém volt. Meg ilyen, nézd, alapvetően egy kaptafára mentek ezek a szerepek, amiket játszottam. Már milyen? Mind a három. Milyen értelemben? Hát, hogy egy ilyen nyegle... Ja, hogy a karakter fi, aha, volt szóval, hasonló. Igen. Ami így, nyegle szép fiú. Aha, aki nem feltétlenül az eszért szeretünk, viszont hatalmas egója van, beképzelt, és nem túl szimpatikus. És vagy a miért rád gondolt a szereposztásra? Nem tudom képzelni, hogy jöttem szóval. Úgyhogy most amúgy viccen kívül érdekel, hogy te önmagadat milyen személyiségnek látod és gondolod. Hát nézd, az egómmal én is harcolok, de azt gondolom, hogy én kevésbé vagyok mondjuk nagyképű, meg talán én hogy mondjam, reálisabban szemlélem magam, mint ezek a karakterek. Például... De akkor mégis az egóddal hogy harcolsz? Hát folyamatosan már úgy értem, hogy ahogy mindenki, mármint aki tisztában vele, hogy harca van vele, vagy hát talán ez nem is a jó kifejezés, hogy harcolni, hanem hogy próbálom megfejteni, és minél inkább a háttérbe szorítani, hogy ne azok a dolgok legyenek irányadóak, amit az egóm gondol, mert valószínűleg ő általában nem jó tanácsadó. Ez most egy nesze semmi fog meg jól válasz volt, én ezt érzékelem a tekintetedből is. Én nem próbáltam valahonnan ezt úgy megfogni, meg megérteni, de akkor onnan próbálom. Nem, ez az önismeretre próbálok ezzel célozni. Különböző szituációkban hogy reagálok, hogy azt ösztönösen, ergo, kvázi egóból reagáltam, vagy én tényleg az vagyok, hogy ezen kell-e változtatni, vagy nem, és hát azért ez egy elég önreflexív szakma amúgy is. Azt gondolom, hogy hát jó esetben annak kell lennie, hogyha az ember szeretne hiteles lenni és jól teljesíteni, úgyhogy próbálom figyelni magam folyamatosan, és lenyesegetni azokat az ego dolgokat, amik haszontalanok, vagy nem visznek előre, mert akár nekem rosszat tesznek, akár másokat bántok vele. És ebben ki az, aki segíteni tud neked? Hát természetesen a barátaim, meg a családtagjaim, akik a fejemre koppintanak abban az esetben, hogyha... De a fejedre koppintanak? Hogyha hülye vagyok, igen. Szerencsére, jó, mert azért az jó. Szerencsére olyan emberekkel mondani, vagyok körülvéve, akik nem is nagyon hagyják, hogy akár elszálljak magamtól, vagy hülyeségeket, nagy hülyeségeket csináljak. Na csak így az egó kapcsán akartam, hogy jó, de most már értem, csak hogy még jobban megértsem azt behozni, hogy idén leszel augusztusban 40 éves. De ez van. És hogy állsz ezzel az életközepi parával, válsággal? Nem nézek ki, hogy hívja. Nem nézek ki, mint nem, 40-es. De attól még 40 leszel. Ez tény. Foglalkoztat egyébként egyáltalán ez? Hát nézd, azért a 40-en mégiscsak elgondolkozol, de igen. Félelmet nem kelt bennem, de azért mégiscsak, hogy mondják, hogy már 30 fölött felelősséggel igen, ezt is, meg hogy felelősséggel tartozol azért, ahogy kinézel, és ez nyilván értendő kívülre, belülre, egészségügyi, szellemi, lelki szempontból is, úgyhogy inkább abból a szempontból foglalkoztat, hogy,
hogy talán egy kicsit még jobban meg kellene komolyodni, vagy érettebbé válni. De mit értesz komolyodás alatt? Hát nem is tudom. Talán nagyobb felelősséget vállalni magam és a környezetem iránt. Ez például egy jól megfogható része a komolyodásnak. Mivel dolgom van. A felelősségvállalás mondjuk úgy részleges hiányával, hogy szépen fejezzem ki magam, amire de most utalsz. Azzal magyarázható szerinted az is, hogy egyszerűen nem találtam semmit a magánéletedről, amikor készültem föl? Igazából valószínűleg azért nem találtam semmit a magánéletemről, nem nagyon volt a klasszikus értelemben véve vett magánéletem. Egész egyszerűen a hosszú távú kapcsolatok elkerültek. Voltak próbálkozásaim, de... Vagy te kerülted el a hosszú távú kapcsolatokat? Most komolyan érdekel. De figyelj! Mert azért 40 éves korára az ember valahova eljut, és amikor tapasztalat, még már elmúltam 40, és tudom, hogy olyankor az ember átgondolja, hogy na de hol tartok? Mit valósítottam idáig meg? És egyébként az nekem egy picit furcsa, hogy 40-hez közel azt mondod, hogy a hosszú távú kapcsolatok elkerült. Biztos benne van az is, hogy én sem nagyon törtem magam, hogy minden áron lehorgonyozzak hosszú távon, de én azt gondolom, hogy az is benne volt, hogy van egyfajta személyiségem, ami nem feltétlenül kompatibilis ezzel. Ráadásul én nem gondolom azt, hogy egyébként olyan marha könnyű lenne találni valakit, akivel annyira tudsz kapcsolódni. Persze, hogy nem. Hogy ez, nem az. Szóval szerintem ezek így mind összejönnek. Én azt gondolom, hogy fene tudja, nem tudom már, de lehet, hogy ezt is át kell gondolni így a 40. születésnapom előtt, hogy milyen arányban, de nem is nagyon firtattam én ezt, meg de nem görcsölök rá, na ez a lényeg. Lehet, hogy most már, ahogy minél idősebb vagyok, annál jobban kezdem megszokni ezt a magányos farkas attitűdöt, és kezdek kicsit bele szürkülni ebbe, de közben ezt se gondolom, szóval nyitva tartom a szemem, és nyitott vagyok, de nem űzöm, hajtom ezt minden áron. Jó, meg hát ahogy kezdted is a beszélgetést, későn érő típus. Igen. Vagy. Tehát ilyen szempontból még bőven időben vagy igen, mindennel. Nem érette meg egy komoly kapcsolatra. Jó, de mondjuk akkor a pályafutásodat tekintve azért, ahol most tartasz, amit az előbb végig soroltál, meg mondjuk az elmúlt éveket, hogyha nézzük, akkor szerintem az elégedetnek lehet lenni, nem? Bizonyos szempontból, igen. Nézd, én ugye szabadúszó vagyok, ezt mondtad is, és ez nagyon hullámzó. Szóval, amikor éppen kevés a munka, akkor az ember, vagy hát az az érzésem, hogy egy kicsit el vagyok anyagolva, mind szakmailag, és akkor ennek hozadékaként pedig anyagilag sem vagyok ugye a toppon. De közben meg igyekszem ilyenkor emlékeztetni magam arra, hogy alapvetően hálás lehetek azért, amik eddig történtek velem, és ráadásul 40 év távlatából, vagy hát mondjuk 15 év távlatából, amióta a pályán vagyok, mindig úgy alakult, hogy egy hullámvölgy után egy hullámhegy érkezett, bármennyire is meglepő, úgyhogy egyre jobban viselem az ilyen időszakokat, és tudom, hogy majd aztán lesz megint, ahogy egyébként meséltem is róla, és most már tudva levő, az év második fele az igen. Meg arról fog szólni, hogy ki sem látszom majd a munkámon. Szívesebben, például, hogy mondjam neked, sosem forgattam komolyabb szerepet nagyjátékfilmben, azért az még egy vágyam lenne, meg, vagy akár egy heti sorozatban is egy nagyobb szerepet. El tudnám képzelni, hogy elfoglaltabb vagyok, de nem akarok panaszkodni. Jó, ne is panaszkodj. Örülök, hogy találkoztunk. Hát most legközelebb már nem tudsz a bizniszre áttenni, de majd akkor a színházban az első sorban vagy valami. Figyelj, vagy hát rengeteg pilóta ismerősöm van, és ezzel kedvezményes egyet tudok neked. Jó, megbeszéltük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.